A napokban a fürdővárosban rendezte báját a dobozi és gyulai kötődéssel bíró Samurai Kyokushin Karate Sport Egyesület. A 2005-ben alakult szervezet Dobozon kezdte meg működését, de jó ideje már Gyulán is vannak edzések, sőt Sarkadkeresztúron is elindultak a tréningek. A közel 50 taggal bíró szervezetből jó páran versenyeken is részt vesznek, ezeken pedig rendre eredményesen szerepelnek. Összességében a Doboz Gyula Sarkadkeresztúr viszonylatában mintegy 50 tagot számlál az egyesületünk, ebből körülbelül 12 versenyzőnk van, azért mondom, hogy körülbelül, mert ez mindig változik, időszakosan sérülések, tanulmányok, illetve családi körülmények vonatkozásában, de körülbelül 12 tagunk van, aki állandóan a versenyzésre szenteli magát, ez lényegesen több edzést jelent, mint a többi, nem szerencsése megfogalmazás, de úgy mondjam, hétköznapi karatékáknak. A rendezvényen részt vett az a Borza József, aki nem csak Magyarországon számít a Kyokushin karate egyik meghatározó alakjának, hanem Európában is ismert. A kontinensen ő az egyetlen, akinek a 6. dant már nem felajánlották, hanem letette érte a kőkemény vizsgát. Azt mondta, aki komolyan foglalkozik a Kyokushin karatéval, az egy nagyon puritán életforma mellett kötelezi el magát. Ez nagyon nagy összetartó erővel bír. A szülőkön látva, a támogatókon látva, hogy ellátogatnak hozzánk, meglátják azt az életet, ami egy ilyen, egy úgymond a dojóban, mint edzőteremben folyik, ezt szeretik nézni, aki nem is csatlakozik hozzá, egy olyan erőt ad neki, ami esetleg a gyerekének azt fogja mondani, hogy ez a te helyed, ide kell jönnöd, innen kapsz valamit, és mi ezt tudjuk mondani, hogy ha valaki közöttünk él, az az életben is megtalálja helyét. A szervezet tagjai abban bíznak, a karate amúgy sem kicsi népszerűsége tovább erősödik, és mint több fiatal kezd el foglalkozni vele.